Sajnos a világunk egyre jobban kiszámíthatatlanná válik nap mint nap, akár gazdasági, bűnügyi, netán a saját életünk szempontjából. A mindennapi életben számos veszélyes és váratlan dolgok történhetnek, amiket el se tudunk képzelni, olykor pont azokban a pillanatokban, amikor az ember a legkevésbé számít rá. Ezért fontos óvatosnak és körültekintőnek lennünk, és odafigyelnünk, mi történik a környezetünkben. Az utóbbiakra úgy vélem Angela Hammond története egy tökéletes példa lesz, ugyanis ő is csak egy átlagos és tisztességes lány volt, aki mindig nagyon vigyázott magára. Ami viszont ennek ellenére 1991. április 4-én történt vele, az végképp elképzelhetetlennek bizonyult. Most pedig következzen Amerika egyik legérdekesebb, máig megoldatlan eltűnése. Angela Marie Hammond, becenevén Angie, 1971. február 9-én született Kansas City-ben, Missouri államban. Az akkor 20 éves kaukázusi lánynak barna haja és szemei voltak, de ezen kívül volt egy csepp helye a felső ajkán, és kontaktlencséket is hordott. Ami még szintén említésre méltó, hogy az eltűnése idején 4 hónapos terhes volt. Ahogyan arra már utalást tettem, 1991-et írunk, amikor még a Teenage Ninja teknőcök második filmjét játszották a mozikban, és Paula Abdul, na meg Janet Jackson vezették a slágerlistákat. A források szerint Angela nagyon népszerű fiatal hölgy volt Clintonban. Egy helyi banknál dolgozott, és a Central Missouri Egyetemen vett órákat. 1991. januárjában eljegyezte őt egy Rob Schaefer nevezetű férfi, aki jó fizikuma mellett még a katonaságba is készült bevonulni. A magánéletükkel nem is volt semmi gond. Nagyon jól el voltak egymás mellett. Szerették és támogatták is egymást, amiben csak tudták. Azonban 1991. április 4-én, este 10 óra fele, Angela hazaszállította Robot az otthonába egy grillparti után, mivel Robnak vigyáznia kellett a nála kisebb öccsére, amíg az anyjuk haza nem ér a munkából. Ezért meg is beszélték, hogy akkor majd később találkoznak. Angela azután még át is ment a barátnőjéhez, Kylahoz egy időre. Aztán éjfél fele a Jefferson és a második utca kereszteződésében 7 ház tömnyire Robotthonától hirtelen felhívta a párját egy fizetős telefonfülkéből. A telefonban Angela közölte vele, hogy lemondja a mai találkozót, mivel aznap rendkívül fáradt lett a nap végére, és inkább hazamegy aludni egyet. Miközben beszélgettek, hirtelen feltűnt a közelben egy gyanúsan közlekedő zöld színű Ford pickup, ami többször is megkerülte az üres parkolót, ahol a telefonfülke is volt. Ezt a már egyre frusztráltabb Angela el is mondta a párjának, aki erre azt tanácsolta, hogy mindenképpen maradjanak vonalban. Angela le is írta a jármű kinézetét Robnak, mire egy kis idő után az el is hajtott a parkolóból. Ezt mind a ketten nagyon furcsálták, de végül nem csináltak nagy ügyet belőle. De a megkönnyebbülés nem tartott sokáig, ugyanis a pickup visszatért a parkolóba, ami ezúttal le is parkolt, és kiszállt belőle egy férfi. A rejtélyes idegen az Angela melletti telefonfülkét vette igénybe, amit ő meg is említett Robnak, de 1991-ben rengetegen használtak telefonfülkéket, úgyhogy ebben speciál nem volt semmi szokatlan. Egy pillanat múlva a férfi vissza is ment a kocsijához, és bekapcsolt egy zseblámpát. Úgy tűnt, hogy keres valamit. Rob felvetette azt, hogy a telefonfülke, amit használni akart, nem működött, és csak Angelára vár, hogy befejezze a telefonálást. Angela erről meg is kérdezte a férfit, de ő nemmel válaszolt. Robnak azért a biztonság kedvéért adott egy személy leírást. A fehér férfinak szakálla és bajusza volt szemüveggel, valamint egy overált és egy baseball sapkát viselt. A külseje pedig nagyon rendezetlen és piszkos volt. Hirtelen Rob iszonyatos sikolyt hallott a telefon másik végéből, ami Angelához tartozott, miközben azt is lehetett hallani, ahogyan a férfi azt mondta, hogy idézem, amúgy sem kellett használnom a telefont. A vonal abban a pillanatban megszakadt. Rob ezután sietve rohant ki a házból, beült a kocsijába, majd a telefonfülkéhez vezetett, ami ahogyan azt már említettem, csak pár percnyire volt az otthonától. Odafelé menet össze is putott egy zöld pickuppal, ami illett Angela leírásába. És mint kiderült, az ember rabló volt az. Ezt még időben észre is vette, ugyanis meglátta az anyós ülésen az ő nevét ordibáló lányt. Ezután Robi megfordult és üldözőbe is vette a pickupot. 2 mérföldön át üldözte Angela fogvatartóját.
de amikor az lehúzott egy mellékúton, Rob járműve sajnálatos módon már nem bírta tovább, és elvesztette a lányt az elraplójával együtt. Végső elkeseredésében még megpróbálta futva követni a járművet, de ez nyilván nem működött. Így aztán megfordult, hogy visszamenjen a városba segítséget kérni. Végül egy idegen felvettőt az úton, és visszavezettek egyenesen a rendőrséghez. A hatóságok rövid időn belül teljes körülkeresést indítottak ennek a járműnek és sofőrjének a felkutatására. Több száz leírásnak megfelelő pick-upot ellenőriztek, de mindegyiket kizárták a nyomozásból. A rengeteg hiányosságot, kevés nyomot alapul véve, a rendőrség egy idő után elkezdte megkérdőjelezni Rob történetét. Arról nem is beszélve, hogy eleinte még tanúkat sem találtak, akik alátámasztották volna azt. A poligráf teszt, amit elvégeztek rajta, azonban kimutatta, hogy már pedig itt nincs szó semmiféle kitalált sztoriról, de a hatóságok még mindig szkeptikusak maradtak. A rejtélyes elrablóról ráadásul egy fantomrajz is készült, viszont amit én rendkívül furcsálok, hogy a rajz semmiféleképpen sem hasonlít a Rob és Angela által leírt emberre. Ugyanis, mint ahogyan azt ők is mondták, az idegen férfin kellett, hogy legyen szakál, bajusz és még egy szemüveg is. Ennek ellenére a vászlat, ami készült a gyanúsítottról, egyáltalán nem hasonlított az elmondattakra. Amikor erre rákérdeztek, a rendőrség azt állította, hogy szerintük a férfi hamis szakált és bajuszt viselhetett. Ez önmagában egy elképzelhető magyarázat lehetne, habár azt még mindig nem értem, hogy miért döntöttek úgy, hogy nem a leírtak alapján készítik el a fantomképet. Visszakanyarodva, Rob ezen kívül még megemlített egy pár érdekes infót a kocsival kapcsolatban. Például, hogy az autó rostás volt. Ebből következtetve valószínűleg nem lehetett újonnan vásárolt, bár attól még az sincs kizárva, hogy használtan vették. Ezen kívül állítólag még egy vízből kiugró halat ábrázoló matrica is rá volt ragasztva a hátsó ablakra, bár ezeknek a hitelességét semmi sem igazolja. És volt még két betű, amit ki tudott venni a rendszámtáblán, egy X-et és egy Y-t. A rendszámtábla többi része olyan rostás volt, hogy a maradék rajta szereplő információ kivehetetlen maradt. A clintoni rendőrség Angela szüleit is meglátogatta, és elkezdtek különböző kérdéseket feltenni Robbal kapcsolatban. A szülők viszont váltig állították, hogy Rob imádta Angelát, és egy pillanatig sem hitték el, hogy bármiféle bűncselekményben részt vett volna. Végezetül Robot sikerült tisztázni, ugyanis tudott alibivel is szolgálni, és a kocsiját is megtalálták, amint az elhagyatottan állt, ahol a beszámolója szerint utoljára hagyta. Nem sokkal később Angela autóját is megtalálták, ami szintén érintetlenül állt abban a parkolóban, ahova utoljára parkolt vele a telefonfülkénél. A kocsiban a tárcája is ott volt. Végül két szemtanú, akik előálltak, azt állították, hogy Angela eltűnés előtt nem sokkal láttak egy a leírtakra nagyon hasonlító zöld pick-upot és egy férfit éjszaka 11 óra 30 és 11 óra 45 fele, aki rendkívül furcsán viselkedett a telefonfülkék körül. Az, hogy ez a két szemtanú ismerték egymást és csak kitalálták az egészet, vagy egymástól függetlenül számoltak be ugyanarról a jelenségről, azt nem tudjuk. Rob ezekben az időkben nagyon maga alatt volt, és nem tudta, hogy mihez kezdjen. Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy magát hibáztatta a történtekért. Az ügyben lassan az állami rendőrséget és az FBI-t is bevonták, de azóta már több mint egy hete megtörtént az elrablás, és az idő egyre csak fogyott. Ki tudja, hogy ez idő alatt már miket tehettek a lánnyal. A nyomozás alatt az a szóbeszéd kezdett terjedni, hogy Angela volt párja Bill Parker valószínűleg érintett volt az üggyel kapcsolatban. Arról is szó esett, hogy a baba, akivel Angela várandós volt, igazából Billhez tartozott, nem Robhoz. Habár ezt mind a ketten tagadták. Bill beleegyezett egy poligráf tesztbe is, ami sikeresen átment, továbbá semmiféle bizonyíték nem volt, ami Billre mutatott volna. Angela máig nem került elő. Angela eltűnése nagyon megviselte a kisvárost, mivel azt egy kis közösség lakta. Mindenki segíteni akart, egy tucatnyi önkéntes akart részt venni a lány felkutatásában, de rengetegen szórólapokat is kiragasztottak. A hatóságok is minden erejüket bevetve, az összes követ megmozgatták egy nyomért, vagy bármiért, ami nagyban hozzá tudott volna tenni a nyomozáshoz, de semmi.
Más hatóságok is tisztviselőktől kezdve, a legjobb nyomozókon át mindenhonnan jöttek emberek, hogy segítsenek. A bűnöldöző szervek nagyon komolyan vették ezt az esetet, mégsem találtak nyomokat. A Missouri állami rendőrség megpróbált rábukkani a zöld Ford pickupra, és pontos számokkal 1500 lehetséges járművet regisztráltak az adatbázisukba. A rendőrség kezdett arra is gondolni, hogy Angela ügyének köze lehet két másik hasonló emberrabláshoz, ami szintén Missouriban történt. Ugyanis 1991. január 19-én egy a kisboltban dolgozó 42 éves Trudy Darby felhívta a fiát, egy furcsa emberre panaszkodva, aki az utcán órálkodott. 10 perccel később a fia meg is érkezett a boltba, de azt már csak üresen találta, ami ráadásul még ki is lett fosztva. 2 nappal később a polttól 10 kilométerre találták meg a nő holttestét egy folyóparton. A nőt szexuálisan zaklatták, és 2-szer fejbe lőtték. De valójában, mint az később kiderült, Trudy 2 féltestvére okozták a bűncselekményt. A második ügy egy 30 éves, szintén Nevadában bolti dolgozóként tevékenykedő Cheryl Ann Kenny megölése köré épül. Ez a hely 70 mérföldnyire található Max Creektől. Szintén 1991-ben egy február 27-i napon tűnt el nyomtalanul, miután bezárta az üzletét éjszakára. Őt szintúgy elrabolták, a nőt soha többé nem látták, teljesen nyoma veszett. A holteste máig nem került elő. A hatóságok végül ezt a 2 hasonló esetet is kizárták. A rendőrséghez rengeteg tipp és tanács érkezett, de egyik sem vezette őket közelebb a megoldáshoz. Senkinek sincs fogalma Angela hollétét illetően, vagy arról, hogy mi is történt vele azon az éjszakán. Így érkezünk el napjainkhoz. Most pedig szeretnék beszélni egy nevét nem vállaló informátorról, aki állítólag az idők alatt nagyon érdekes információt gyűjtött össze az üggyel kapcsolatban. Mindazonáltal azt még gyorsan le kell tisztáznom, hogy azt sehol nem írják, hogy pontosan mikor is állt elő ez a személy. De a média és a rendőrség is nemrégiben kezdett el nyilvánosan beszélni róla. Az informátor beszámolója szerint Angela Hammond elrablása téves személyazonosságon alapszik. A férfi még azt is állította, hogy a 90-es évek elején hivatalos informátorként dolgozott. Ami igazán érdekes, hogy állítása szerint neki is volt egy Angela nevű lánya, aki nagyon sok mindenben hasonlított Angela Hammondra. A férfi úgy hitte, hogy valaki az ő családjára kezdett el vadászni, és bosszúból akart elrabolni a lányát, de eljött Hammonddal találkozott. Ez most enyhén szólva is kitaláltnak hangzik, de ami még furcsábbá teszi az egészet, hogy amikor kikérték erre a történetre a rendőrség véleményét, azt mondták, hogy az informátornak tényleg volt egy Angela nevű lánya, és elvileg ketten igencsak hasonlítottak egymásra. Végül is az informátor sztoriát volt mivel alátámasztani, és nem is tűnt olyan elképzelhetetlennek, úgyhogy ez speciál akár egy magyarázat is lehet a történtekre. Továbbá, ha visszagondolunk a körülményekre, a 2 lány közötti hasonlóságra és a helyszínre, én nem furcsálnám, ha kiderülne, hogy amit az informátor állított, mindvégig igaznak bizonyult. Persze hiszékenyeknek sem szabad lennünk, simán benne van a pakliban, hogy az egészet csak kitalálta egy kis figyelemért és hírnévért cserébe. Ha ez igaz, akkor egy rendkívül tehetséges szélhámossal van dolgunk. Na de komolyra fordítva a szót. Rendkívül sok minden támasztja alá a férfi beszámolójának a hitelességét, hiszen mint azt tudjuk, a lányát tényleg Angelának hívták, és valóban elég veszélyes életet élt. Fogalmunk sincsen, miféle információk voltak vagy vannak máig a birtokában, ami miatt rengeteg ellenséget szerezhetett magának, akiknek nyomós okuk lehetett rá, hogy megpróbálják eltenni láb alól a férfit. Erre még az is rátesz egy lapáttal, ahogyan azt a hatóságok is alátámasztották, miszerint a 2 nő csak ugyan hasonlít egymásra. Semmi sincs kizárva. Egy szó mint 100, ennyi év elteltével sem lettünk közelebb a hivatalos megoldáshoz. De a közéletben az emberek azóta számos teóriával jöttek fel Angela eltűnésével kapcsolatban. Így most ezekből a teóriákból szeretnék megemlíteni egy párat, mert van köztük néhány roppant érdekes. Az első teória szerint sokan úgy gondolják, hogy Angelának az elrablása köthető valamelyik sorozatgyilkoshoz, és talán az áldozatául is eshetett az egyik kölyüknek. Mivel Missouriban akkor 2 aktív sorozatgyilkos is tevékenykedett,
Kenneth McDuff és Tommy Sells, akiről már korábban is szó volt a Darden család esetével kapcsolatban. Ezért lehetséges, hogy Angela valamelyik gyilkosnak a kiszemelte lehetett, a gyilkos pedig valamilyen okból kifolyólag elrabolta. Mind a két sorozatgyilkost kivégezték, ezért valószínűleg ezt már sosem tudhatjuk meg. Valakik úgy gondolják, hogy egy véletlenszerű támadás áldozata lehetett. Tehát a gyilkosnak nem volt direkt indítéka, hogy elrabolja a lányt. Ez alatt azt kell érteni, hogy a lehetséges elkövető már elsétált Angela mellett egyszer, vagy netán már látta őt korábban, majd követte is kitervelte, hogy elrabolja őt. Bár elég rizikós valakit elrabolni úgy, hogy éppen telefonál, mivel ez növelni a kockázatát annak, hogy az illető lebukjon. De most jön a legdurvább. Ugyanis történt később, hogy a rendőrség kapott egy névtelen tippet egy gyanúsítottról az Angela Hammond üggyel kapcsolatban. Az illetőre, akit gyanúsítottak, mind kiderült. Már korábban is gondolt a rendőrség, hogy talán közeledett az elrabláshoz. Bár még nem árulták el, hogy pontosan kire gondoltak ez alatt. Angela Hammond eltűnése már közel 3 évtizede, hogy megtörtént, és tudjuk, hogy összességében a rendőrség nem talált semmi érdemlegeset. Ezeket összefoglalva, sok kérdés merül fel bennünk, hogy vajon mi történhetett az ártatlan lendő anyukával. Angela Hammondot nagyon sokan próbálták felkutatni, sokszor tévében is sugározták, valamint rádiókban is bemondták Angela rejtélyes és tragikus eltűnését, abban reménykedve, hogy egy napon majd valaki eláll az igazsággal.